Harmadik alkalommal szervezte meg a Caritas a Tudás című fejlesztő vetélkedőt. A Gyulafehérvári Caritas nappali központjaiban foglalkoztatott gyerekek a Hargita megyei Korondon mérték össze tudásukat. Ügyességi vetélkedőt szervezett a Gyulafehérvári Caritas nappali központja Korondon. A Caritas Tudás című vetélkedőjén a szervezet által működtetett négy nappali központban foglalkoztatott gyerekek vettek részt. Az ügyességi versenyre a helyiek mellett Zetelakáról, Etédről és Székelyudvarhelyről érkeztek résztvevők. Hát nagyon várták ezt a vetélkedőt, főleg azok, akik már az elmúlt években is részt vettek. Az új gyerekek, ők még nem tudták, hogy miről van szó, de ők is nagyon izgatottak voltak, hogy vajon mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon készültek. A csapatoknak ügyességi feladatokban kellett jól teljesíteniük. Többek között állatszerepeket kellett ölteniük meseolvasás közben, poharakból kellett várat építeniük, de a klasszikus, igen, nem játékban is bizonyíthattak a gyerekek különböző eredményekkel. Hát én szerintem egy kicsit jobban össze kellett volna fogjunk, mert minden játéknál úgy indultunk, hogy nem fogtunk össze, és hát. Mi szerintem mi nem nyerni. Szerintem elég jók voltunk, és lehet, hogy nyerni fogunk, lehet nem. A készségfejlesztő vetélkedő programvezetője elmondta, a gyerekeknek már önmagában az utazás is élményt jelent, de legfőképpen az elismerés teszi boldoggá őket. Ezekkel megismerhetnek új helyeket, új gyerekeket, és ez egy óriási élmény, hogy elment valahova, és ott játszott, kapott egy érmét, vagy kapott egy karkötőt, vagy egy ceruzát, ami azt írja, hogy tudás. És hogy ez óriási dolog. Hozzátette, a központokba járó gyerekeknek szükségük van arra, hogy érezzék, foglalkoznak velük. Otthonról ugyanis nem mindig kapják meg azt a támogatást és figyelmet, amire szükségük lenne. Ezért fontosak a Caritas szervezet nappali központjainak foglalkozásai, ahol a gyerekek figyelmet, gondoskodást és szeretetet kapnak a pedagógusoktól.